estét kívánok mindenkinek, miután sikerült megfelelően beásnom a Trabantot a dzsindzsásba, azaz eltávolodtam mindenféle fényszennyeződés lehetőségétől, szépen elmegyek és megkeresem a ma esti fényvadászatnak a helyszínét is. Hozzávetőlegesen a madárcsicsergéstől, vagy ettől a madarak sivkoltozásától eltekintve egy jó 10 kilométeres körzetben nincsen a környékünkön semmiféle lakott terület. Maximum a part vonalában a közelben lévő üdülő faluknak a fényei fognak egy picit bezavarni bennünket, valamint a negyed karényi holdacska a ma esti hullócsillagvadászatban. Hajrá! Partszakaszunk kihaltságát tekintve eléggé elhanyag volt a helyzet. Megmondom őszintén, hogy ma reggel, miközben elfoglaltam a területet magamnak, nem utolsó sorban macsetével vágtam utat ahhoz, hogy egyáltalán eljuthassak ezekre a területekre. Így aztán nagyon nagy tömegtől a parton nem kell tartanok. Hajdanában járhatták ezt a vidéket egész sokan, de manapság inkább benőtte a gaz, picit el van szemetelődve, de ez már inkább a helyieknek a terméke, tehát mezőgazdasági termék. De mindenképpen lelkesen forgatnom kellett a macsetét ahhoz, hogy el tudjam ezt a kihalt partszakaszt érni. Valószínűleg nem sokan fognak bennünket zavarni. Hopp. És akkor íme be is villantom nektek még az ellenfényben, hogy hol fogunk ma este fényt vadászni. Közben botladozok itt az idiót a francia cipőmbe, amelyik cipőnek ugyan cipő, de nem is tudom, hogy hogy mutassam meg nektek, hogy mi az a cipő, ami tulajdonképpen nem is cipő. Viszont mindenféle bolondozás ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szükséges rossz a sziklás területen, meg szükséges rossz az is, hogy elkezdett fújni a szél, de kegyetlenül és eszeveszetten. Nem baj, botladozom tovább, és majd hangosabban fogok beszélni. Közben én már megpillantottam ott fönn az égen a félholdat is. Hát ez nem a legjobb hír a ma esti hullócsillagvadászatunkhoz, de ott jártam, hogy cipő. Tehát a cipő szükséges rossz ahhoz, hogy a vízbe merészkedve el tudjuk kerülni a tengeri sünöket. A tengeri sünöket, meg azokat az apró gavicsokat, amik egyébként nagyon zavaróak lennének a nem homokos tengerpartokon. De a gavicsok azok elkerülhetőek, meg, hogy úgy mondjam, túlélhetőek a tengeri sün beletört tüskéihez képest, közben elröpölt fölöttem egy ragadozó madár. Mert a beletört tüskék viszont nem könnyen elhagyhatóak az ember talpából, gyakorlatilag majd valamikorra kigyűlnek, és úgy távoznak. Közben arra szolgatok lefelé, akár hanyatba is, hát hogyha nem esek le. És bemutatom nektek a kedvenc tengerpartomat. Nem árulom a helység nevét. Valahol lenn délvidéken vagyok. Szardínia a legdélebbi csücskei közül valahol. És borzasztóan örülök annak, hogy ezt a mesés és varázslatos üres tájat megtaláltam magamnak. A naplemente innen szerintem gyönyörű lesz. Nos, napi rendes egy órás huszikálásomat fogom megkezdeni. Ahogy ezt a nagykönyvben megírták, mondjuk a tenger meg a szél nem fog hozzám túl kegyes lenni, viszont az egyedül lét az valami nagyon-nagyon jó. Pácz László úton.
Hallom szeplőtlen dalát a mennynek, érzem buja háborgását a tengernek. Látom mandarin mosolyát a napnak, rettegen villám dúlt a völgyét az égnek. Varázslattal körbefonom mámorát a testnek, lélegzem kábító akác illatát a létnek. Olvasom félénk álomlevelét a holdnak, megértem üzenetét a kifosztott tájnak. Siratom mérgezett csepét a pataknak, okulom igazságát a déli bábokkal teli útnak. Ébredj pihe szárnyakon, lépdes párna lábakon. Dalolj hajnali dallamot, táncolj puha lábújjakon. Rebdes bíbor szárnyakkal, álmodoz titkos vágyakkal, áhítoz nesztelen sóhajjal, beszélj szótlan szavakkal. Aludj angyali sugallattal, szunnyadj szeráf hárfadallammal, álmodj isteni harmattal, csendesülj meghitten csillagoddal.